Hát a megismerkedésünk az ilyen fokozatos volt, és először csak hallottam róla. Tudnélik, úgy alakult, hogy 72-ben, legalábbis úgy emlékszem, de biztos, hogy így van, nyáron az Erdély Miki, a Szent Jóbi, a Jovanovics, akkor még jóba voltak mind a hárman, elhatározták, hogy nekünk megmutatják Balatonboglárt. És elmentünk a Frankelleo utcába, ott a Szent Jóbi, azt hiszem ő volt, az fölment egy kulcsért, és amikor kérdeztem, hogy hova mész, milyen kulcsért, akkor azt mondta, hogy hát itt egy grafikus annak a kápolnája ez. Így aztán a grafikus az úgy megmaradt az agyamban. És aztán nem is találkoztunk a Galántaival. Én egyébként nem azt mondom, hogy Gyuri, hanem hogy Galántai. Nekem az úgy jobban illik, valahogy jobban jön. Valahogy olyan iskolásabb, tudom én, ilyen kamerát saftosabb. Szóval, és utána sokáig nem találkoztunk, és akkor én fölhívtam egy évvel később, vagy valahogy így telefonon, vagy beszéltem vele, nem tudom, de nem emlékszem a találkozásra, hogy annyi minden kiállítást csinál lent Balatonbogláron, hogy én is szeretnék egyet. Akkoriban engem a vizuális költészet és a konceptártnak egy ilyen egyvelege érdekelt. Tehát, hogy szövegek, amelyek néha csak önmagukra vonatkoznak, és úgy vizualitásukra, tehát, hogy a tartalom és a vizualitás egybeesik, néha pedig úgy, hogy el kell képzelni valamit, és az csak le van írva, vagy ilyesmi. Szóval ez egy ilyen általános értelmű dolog, és ebből az anyagból egy csomó mindent addigra már összegyűjtöttem, és adogattak is nekem kollégák is ilyesmiket. És akkor megállapodtunk abban, hogy augusztusban lesz ez a kiállítás, egy hétig fog tartani, és ez lett történetesen az utolsó balatonboglári kiállítás, augusztus, nem tudom, hogy a 23-án, vagy mikor volt az a bizonyos dolog, hogy a rendőrség és a balatonboglári önkormányzat az elküldte az építőmunkásokat, hogy befalazzák a kápolnát. Na és ezt megelőzően, amikor építettük a kiállítást, a Tóth Gáborral egyébként, aki ebben az egészben segített, akkor találkoztam igazából a Gyurival, mégiscsak, mert hogy állandóan a Balatonon volt, tök le volt sülve, és olyan sovány volt, mint egy csontváz, és időnként feljött, vagy csak estére jött föl, nem tudom. Én viszont nem aludtam ott a kápolnának a padlásán, mert valahogy ehhez nem volt semmi gusztusom egy ilyen tömeghelyen aludni, és béreltem egy szobát a faluban. És amikor megvolt ez a kis megnyitónk, vagy szóval azt mondtuk, hogy most van a megnyitó, ugye elhatároztuk, hogy néhányan voltunk ott, akkor fényképezőgéppel jött a Gyuri, és fölvette azt a bizonyos kis akciót, amit ott csináltam Trisztán cára emlékezetére, amilyen hungarocell betűkből állt, amiknek a hátára rá volt pecsételve, hogy ha ezt a betűt megtalálod, akkor hozd fel a kápolnába, és ez lett volna mondjuk a közönség toborzó, és egyúttal is egy szöveg állhatott volna össze az éppen beérkező betűk sorrendjéből, persze egy abrakadabra, de hát ez lett volna az értelme. És szóval ez volt az első. Aztán sokáig semmi, de közben úgy értesültem ezekről a különböző nyomtatványokról, amiket a balatonboglári kápolnával kapcsolatban, meg azután a következő ilyen retorziók, amik a Gyurit érték. Ezekről én mind értesültem, de nem emlékszem, hogy találkoztunk, viszont 75-ben engem meghívtak a Ganzmávak művelődési házba egy szakkört folytatni, amit aztán teljesen átalakítottam, de ez többé-kevésbé le van írva az Erdély Miklós féle izébe, holott ez mondjuk nem az ő ügye volt. De hát össze lettem mosva ezzel a dologgal. Most van a Királyi Judit, aki engem most kitisztáz, kipelenkáz ebből a dologból. És lényeg az, hogy én akkoriban sokat utaztam, és az első, akit megkértem, hogy a távollétemben csinálja helyettem ezt a heti rendszerességgel működő szakkört, az a Major János volt, aki egy darabig bírta a dolgot, aztán azt mondta, hogy ezt ő nem szereti csinálni, unja, vagy mit tudom én, megterheli, mást akar csinálni, és akkor annyira természetes volt, hogy a Galántait kérem meg, hogy ő legyen az, aki engem helyettesít, illetve hát ilyen nem asszisztens, mert azért ez több, mint asszisztens, hanem hogy helyettem csinálja, amikor én nem vagyok ott, és hát egy azonos szellemiségben. És hát ez így ment, és akkor például ebből az időből arra emlékszem, hogy a
az Erdéllyel beszéltünk a Galántairól, én egy kicsit úgy finnyáskodtam, szittam, vagy nem tudom már mi volt. Lényeg az, hogy az Erdély azt mondta, hogy ne szóljak semmit, mert a Galántai az nagyon jó érzékkel mindig ott van, ahol a legfontosabb dolgok történnek. Na mondjuk ez egy anekdóta, több anekdótám nincs is. És akkor így 2 éven keresztül bizonyos rendszerességgel találkoztunk, mert nem csak azokkal az alkalmakkal folytatta a munkámat a Gyuri, amikor szalad az én saját szakkörféleségemben, hanem eljött minden egyes ilyen kreativitási gyakorlatra, és ő is úgy kicsit részt vett, kicsit asszisztált, stb. És hát együtt csináltunk plakátot például, ahol kihagytam a múzeumból az út, múzeum lett belőle, ez a 60-i Lajos Múzeum plakátja volt, ami ugye a 60-i Lajos Múzeum az bár régen nem működött, most megint működik, csak máshol és más égisz alatt, de akkor egy ilyen progresszív hely volt, és ott rendeződött meg a Beke, meg az én általam az első magyar fotó per művészet című kiállítás, ahol a Moholy Nagytól egészen a Powerig mindenféle emberek benne voltak. Amíg ott voltam Balatonbogláron a pár nap alatt, akkor hát mondjuk nem volt ott rendszeresen, de annyira nem házigazda jellegű, annyira liberális, annyira táglelkű embernek mutatkozott, holott ő viselte a hátán az egészet és a retorziókat is. Tehát valami olyan fantasztikus nyugalom és nyitottság működött benne, ami hát most nem tudom, hogy ez azóta fennmaradt-e, mert mindig morogni hallom így a világra, és szóval nekem ez nagyon, nagyon jó, pozitív dolog volt, és nyilván ezért is ragaszkodtam mindig ahhoz, hogy csináljunk valamit együtt. És hát azóta is nagyon sokszor volt már, hogy szerettem volna diákoknak kiállítást, és akkor ő helyet adott, és abszolút besegített, és tanító módon viselkedett a diákokkal. Szóval úgy folytatódott törésmentesen ez a régi kapcsolat, és soha nem is kérdőjeleződött meg. Szóval én azt hiszem, hogy így a Gyurinak a jellemrajzáról nem is tudnék ennél pozitívabbat, vagy jobbat, vagy alaposabbat mondani, mert az, hogy élni és élni hagyni, ez marhára benne van ebben az emberben. És hát állati szorgalmas is a maga módján, mert például hát én nekem fingom se volt arról, hogy kompjúter, meg mit tudom, hogy micsoda, ő meg már régen csinálta, és kihasználta a lehetőségeket, és ugye az artpult összerántotta, és kiterjesztette linkekkel jobbra-balra, szóval itt hallottam folyton tőle ezeket a filozófiai kifejezéseket is, amiket egy kicsit túlléhegett mindig, most is mindig röhögök rajta, de ezt megmondom, nyugodt, meg is mondom neki is, hogy ezt már nem tudom úgy fogni. Szóval értem az, hogy nem értem, csak nem fogadom el, mert ez el van kacsarintva nekem. Na most, ami a műveit illeti, ezek a lábszobrok, ezeket szeretem. Úgy különben a grafikáit régen a saját arcképével, ezeket a torzításokat, tehát az akkor is már egy ilyen szakköri dolog volt számomra, tehát ebben én nem láttam különösebben újat. De az, hogy mint művész folytatja ezt a komputeres terjeszkedést, szóval a hálózaton való terjeszkedést, tehát hogy ez egy művészeti tevékenység, és tulajdonképpen erre tevődött át, nem a tárgyak csinálása és a világ tönkretevése műtárgyak által, hanem hogy információ, és az is szaftos információ, amit ő közvetít, mert annak összeállításnak is van egy bizonyos karaktere, és azt élvezni lehet. Szóval nem egy száraz, pusztán elvi dolog, hanem egy érzékletes, mint ahogy a művészetnek szerintem érzékletesnek kell lennie. És hát ezek a csilingelő ilyen-olyan szobrok, meg a lábak, szóval ez közel is áll hozzám, mert én is sokáig a nyomtatást, mint lábnyomhagyást, vagy ilyesmit fogtam fel, szóval átvittem a nyomhagyásra a képnyomtatást teljesen, úgyhogy ez nekem egy rokon szakma, hogy így mondjam.